A pénteki amerikai mínuszos zárások után talán nem is meglepő, hogy a mai napot mínuszban kezdték az ázsiai tőzsdék, és valószínűleg az egész nap folyamán ez lesz az irány, hiszen ha megnézzük, akkor nem csak a részvénypiacokon, hanem az árupiacokon is vannak mozgások rendesen. A múlt héten az aranyvesző futása mellett láthattuk az olaj esését is, jelenleg már 48 dollárnál van a WTI, ami azért is érdekes, hiszen a mai napon az amerikai nagy olajtársaságoknak lesznek a gyors jelentései. Továbbá, ugye, ha megnézzük, akkor a Goldman Sachs adott ki egy eddigi semlegesről egy 13.500 forintos célárat a MOL-ra, ami azt jelenti, ugye, hogy eladásra minősítette a MOL-t. Európában még továbbra sem nyitott ki a görög tőzsde, ami azért is érdekes, hiszen folyamatosan mennek az egyeztetések, ha minden igaz, kedszerte magasságában talán már a görögök is kinyithatnak.